Ahogyan azt önök is tapasztalhatták, megérkezett az ősz, esős, nyírkos időjárás, ráadásul sötét felhők takarják az eget. A megváltozott időjárási körülmények hatással vannak a közlekedésre is. Nehéz ebben a témában újat mondani, hiszen minden évben beszélgetünk róla. Ugyanakkor borzasztó fontossággal bír. Amit elmondott, a csúszós utak, a megváltozott időjárási körülmények is nagyon befolyásolják azt, hogy mennyi balesettel keletkezik, történik egy ilyen időszakban. Én azt gondolom, hogy kétfelé kellene válaszuk a dolgot. Egyrészt a járművet fel kell készítenünk erre a megváltozott időszakra, másrészt pedig magunknak is fel kell készülnünk. Így azt tudom mondani, hogy akik ritkábban vezetnek, vagy tulajdonképpen csak ilyen vasárnapi sofőrök, ők lassan-lassan tegyék el az autót. Térjenek át a tömegközlekedésre, hogyha úgy gondolják. Aki pedig gyakrabban vezet, vagy szükséges vezetnie, az készítse fel elsősorban a járművét, gondolok itt a téli gumiabroncs felszereltetésére. Nézesse meg, hogy megfelelő ablaktörlői vannak-e, megfelelően fel van-e töltve az ablakmosó folyadékkal a járműve, fagyálló folyadék szintje megfelelő-e a járműben. Aztán meg kell nézetni nyilvánvalóan a világításokat, az első és hátsó világításokat egyaránt. Nem csak az a lényeg, hogy mi lássunk, hanem hogy minket is lássanak. A másik pedig az lenne fontos mindenkinek elvégeznie, hogy magában felkészüljön erre az időszakra. Menjen el mondjuk látszerészhez, nézzesse meg a látását, hogy megfelelően látja a környezetét. Ez az egyik részről, ami nagyon fontos. A másik részről pedig az, hogy tudatosítsa magában, előbb sötétedik, még mindig sok gyalogos forgalom van akkor, amikor már nyáron ugyanilyen sötétben sokkal kevesebb, sokkal kisebb forgalom van, tehát sűrűbb gyalogos forgalomra kell számítani a sötétben, óvatosabban kell közlekednie. Csúszósabbak az utak, hosszabb egy féktáv, a reakcióidőt a szürkületben meghosszabbítja a rossz látási viszony, ezekre mind tudatosan kell készülni. És hogyha így tesznek az emberek, ott talán megelőzünk egy-két balesetet, és ez nagyon pozitív lenne. Főként most az autósokról beszéltünk, hiszen gyakorlatilag ők vannak többségben, de talán nem elhanyagolhatóak a kerékpárosok, a motorkerékpárosok, illetve a gyalogosok is, hiszen ők is résztvevői a közlekedésnek. Ők hogyan, miként tudják észrevetetni magukat és mutatni azt, hogy igenis ők is részt vesznek a közlekedésbe, ezzel is talán csökkentve a baleseteknek a bekövetkezését, illetve segítve nyilván az autósokat. Igen, valóban nem csak járművezetők közlekednek az utakon. Nyilvánvalóan ez mindenkire érvényes lehet, aki gépkocsit, vagy motorkerékpárt, vagy akár kerékpárt vezet. A láthatóság esetükben egy kicsit más. Ugye nyilvánvalóan, ha kerékpárokról beszélünk, akkor ott vannak világítás technikai eszközök, ezek ugye kötelező elemei a kerékpároknak, ezeket meg kell nézni, hogy működnek-e szintúgy, ahogy a gépkocsiknál. Ugyanakkor nagyon sok olyan ruházati kiegészítő kapható, ami segíti a láthatóságot. Gondolok itt a láthatósági mellényre, ami ugye lakott területen kívül kötelező, de segítik ezek a kar és csuklópántok, fényvisszaverős kar és csuklópántok, amik megint csak elősegítik a többi közlekedő számára a kerékpáros láthatóságát. Ezeket a kiegészítőket nyilvánvalóan gyalogosok is használhatják. Divat tippeket nem szeretnék adni. Mostanában mindenki sötét ruházatba öltözködik. Ez este éjszaka nagyon nehezen észlelhető. Egy világosabb ruházat, vagy egy ilyen fényvisszaverős kiegészítő sokat tud ezen segíteni. Nyilvánvaló az is, hogy a gyalogos, amikor áthalad az úttestjén, tegye ezt akár gyalogátkelő helyen, akár azon kívül, bárhol máshol, akkor először körül kell tekintsen, hogy jön-e valaki. Meg kellene győződni arról, hogy aki jön, és nekem mondjuk elsőbb, vagy felém elsőbbséggel kell legyen, az megadja ezt az elsőbséget. Hiszen nyilvánvalóan egy közlekedési szituációt jól körül tudom majd határolni később, de attól még az én testi épségemért én magam is felelek. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy annak van elsőbsége, aki megkapja. Nyilvánvalóan erre tudatosan is kell egy kicsit készülni. Úgyhogy egy picit a KRESZ bizalmi elvét érdemes ilyenkor hátrébb sorolni. Nézzünk körül, győződjünk meg arról, hogy megkapjuk az elsőséget, és utána lépjünk le az úttestre. A motorkerékpároknál pedig arra hívnám fel a figyelmet, hogy azért ilyenkor már az ominózus tapadás, ami a motorkerékpár gumija és az aszfalt között van, igen-igen csekély. Ugye itt egy hőmérsékleti minimum szükségeltetik, ez kevésbé van ilyenkor meg. Tehát javaslom a motorkerékpárokat is egy kicsit elrakni télire, és aztán a szezonban, jövő szezonban újra használni. Ahogyan azt önök is hallhatták, ebben az időszakban számos körülmény nehezíti a közlekedést, azonban egy kis odafigyeléssel és toleranciával megelőzhetőek a balesetek.